Jön Isten, jó napot! Végre eljött a péntek, kicsit dolgoztunk, csak most megéheztem. S ha Szentgyörgyek vagytok, akkor biztos ma ismeritek a karcsi konyhája lángost. Múltkor egyet ettem, és nagyon finom volt. És jövök, még egyet eszek, lássuk, hogy szerencse vagy tényleg tudás. Na, meg is van. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy most olyan finom lesz, mint múltkor. Én amúgy nem vagyok egy nagy langos barát, de múltkori az nagyon jól esett. Ezt kénytelen vagyok már megnézni. Hogy kell kinyitani? Ó, hát ez jó néz ki. Nini. És ott lehet kapni, ott be kell menni, és oda felmenni, és ott kérni. Nyami. Na, elfogyott. És az, ha én nem mondok minősítést egy ételről, az már egy jó minősítés. Tehát ízlett, nem volt a méhes, csak kívántam. Finom volt, jó volt a tészta, és a maga a sajt és a tejföl mennyisége, az úgy pont tökéletes volt. Ilyen kell legyen egy jó lángos. Rudi telefonált, hogy vigyek neki színező cint, és ezt máshol nem lehet megvenni, Szentgyörgyön csak Frézibe. Tőle kell kérni. Jó napot kérek. Vagy nem kérek, jó napot kívánok. Mindenre kell, meg kérek szépen cínező, micsoda, a cint, vagy miért tudom. Elszalajztottak. Pont ez. És még olcsó is, nem mutassuk az arra. Úgy vagyok én ebben a Frézivel, hogyha itt nem kapom meg, akkor lehet, hogy a városban nincs is. És akkor szoktam elmenni nagy ritkán Brassóba. Na de, itt el megoldottam. Futok vissza, egy kedves kliens van, ki akarják megint üríteni a raktárt vásár előtt. Többen írtátok és mondtátok már, hogy láttatok a városban, csak vagy nem mártatok leszólítani, vagy egyáltalán nem tudtátok, hogy mit kezdjetek a témával, mert felismertetek. Na most elmondom, már rég akarom, hogy nyugodtan lehet szólítani, lehet integetni, lehet lájkokat bemutogatni, de nem a középső ujjal, hanem a hüvelykujjal. Úgyhogy nem eszek, szívesen állok bárkivel szóba, még mindig várom, ha van valami jó ötletetek a filmekkel kapcsolatban, a vlogokkal kapcsolatban. Úgyhogy én is ember vagyok, nyugodtan szóljatok. Esetleg még talán, ha nem rohanok, akkor vagy biciklivel kerekezek, akkor szívesen megállok és beszélgetünk pár percet. Írtátok azt is, hogy mit szeretek, meg mit nem szeretek, úgy amúgy az életben. Az egyik dolog, amit szeretek, az a pontosság. Ez most onnan jutott eszembe, hogy ugye félkor van egy találkám, most 11:30-kor, és nekem még van másfél percem, hogy odaérjek, de a klienset most kerültem el. Úgyhogy időben ott leszek, és ő is nagyon pontosan érkezik, ezt nagyon szeretem. És amit nem szeretek, az például a kétszínű emberek, azok az emberek, akik nem merik felvállalni a véleményüket, azaz felvállalják, csak nem úgy, mint ők, hanem esetleg álnéven vagy más embereken keresztül vállalják fel. Na, ezt például nem szeretem. Nem így, bocsi. Mi lesz a bőrűd? Mész katona? Igen, bőrűd, de a jutalmat. Meg kell lepni. Ez lesz, lássátok, lesz egy kiállítási stand, kotec. Magyarul. Ide a hűtőmágnes, így. Ez egy filmlemez. Magyarul, kotec. Mennek pistaék, így ne. Így. Így. Jó. Vannak ilyen fémpolcok, amiket bevonunk ilyen szép. Milyen azt, milyen szövet Damaszt. Ez? Damaszt. Nem azt, hanem ezt. És akkor rá kell fogatni. Bemérjük a szélességét, megragasztózzuk. Így elkánjuk ügyesen, hogy ne azzon át. Megfeszítve szembe, megnyomjuk. Tadá! Hello! Meglettünk.
Jó, vissza kellene dugjad, Durti, dubbálj, légy szíves. Lassan, nagy érdemű, hogy mit művészkedtél te. Művészkedtem. Ez olyan, mint egy hűtőszekmény. Hát ugyanúgy, úgy néz ki. Vagy nem lassan, csak a képbe az évvel. A hűtőszekményben pistolyok be vannak rakva. Fogyasztó. Na jó, vannak. Hát lehetne jobban is, de most van csak ennyit futotta. Tudjátok, hogy hogy kell jó minőségi felvételeket készíteni este? Ilyen. Kirakott a szembe ültök, és a világítás tökéletes lesz még talán.